Felkérem István Falvi Sándor polgármester urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtiszteli jelenlétével, figyelmével ünnepi megemlékezésünket. Természetesen külön nagy örömmel köszöntöm és gratulálok a jó egészségének Tamás Károlyné Vilma néninek, községünk díszpolgárának. És a mai napon mindenképpen még távol létében is köszöntöm Csapó Benőt, aki az 56-os forradalmi tanács elnöke volt itt településünkön. És aztán sorolom tovább azokat, akik köszöntek. Nem minden nap van velünk dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes úr. Kérem, hogy köszöntsük őt is, meg fel őt is sajátszer. És a többieket nem sorolom. Nem sorolom, mert minden évben, ahogy az emlékeimbe visszamegyek, minden évben most már ünnepeink ilyen nagy számban veszünk részt rajta. Hogyha végignézünk, szinte mindannyian ismerősök vagyunk a másiknak, de itt vannak, mint rendszeresen, az általános iskola 8-os diákjai, akik az ünnepi műsort adják, itt vannak a szüleik, de itt vannak azok az ifjak, ifjú szülők, akik hozzák magukkal a gyermekeiket, hogy igenis hozzászoktassák azt, hogy az ünnepeinkben is együtt legyünk. Az az öröm, hogy én itt állhatok, az különös a mai nap folyamán is, mert olyan érzelmek dúlnak az emberbe, hogy nehéz megmondani, hogy nyár van, tavasz van, ősz van, az ember körülnéz, és tényleg azt mondja, hogy nem, ez nem ősz, itt valami tavasz kezdődik. Bízunk benne, hogy valóban el fog jönni egy új tavasz, egy új ébredés, és boldogabb, nyugodtabb életünk lesz ezt követően. Ugye Szent Gál népe minden évben hitett ez az 56-os hősök vállalása mellett. A zsarnokság helyett a szabadságot válasszuk. Így és Gyula így ír a zsarnokságról, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Minden gyermeke várja a szabadságot. Minden nép, minden gyereke. Mi is, mikor gyermekek voltunk, mikor ifjak voltunk, mindent megtettünk volna, és lobogott bennünk a vágy. És akkor megint egy költőt citálok ide. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Kívánok lélekelem emelő áldott ünnepet, és most következzen egy olyan ember, aki a bajban mellettünk állt, most pedig osztozik ünnepünkbe. Felkérem dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök helyettes urat, tartsa meg ünnepi beszédet. Tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ahogyan már polgármester úr is említette, az ember kinéz az ablakon, akkor nem tudja hirtelen megállapítani, hogy most valóban október végén járunk-e, vagy pedig éppen április van. Éppen búcsúzunk-e a nyártól és a meleg napoktól, vagy pedig éppen köszöntjük őket. De így volt ez 57 évvel ezelőtt is, hiszen a kortárs visszaemlékezések szerint 1956. október 23-án szokatlanul enyhe, kellemes idő volt. Ha a fényképeket nézzük, akkor láthatjuk, hogy a kor, mondanám, hogy divatos, de valójában csak egyetlen megvásárolható lóden kabátja az egyetemistákon általában ki volt gombolva. Látható, hogy mindenki boldogan a tavaszi, késő-őszi napsütésben sétálva a szabadságot érteti. 1956. október 23-a úgy kezdődött, hogy tavaszi nap volt. Úgy kezdődött, hogy az egyetemisták vonultak fel, és úgy kezdődött, hogy a magyar-lengyel barátságot értették. Úgy gondolom, hogy mind a három elem fontos, hiszen összességében a tavaszias idő, az egyetemisták
és a magyar-lengyel barátság számunkra a magyarok számára a szabadság egy szeletét jelentették. 1956-ban is, mint ahogyan ezer éves történelmünk során számtalanszor. Hiszen a tavasz és az ifjúság március 15-e óta számunkra a szabadság, a polgári Magyarország az új kezdet jelképe. Nem véletlen, hogy az egyetemisták voltak 1956-ban is azok, akik először vállalták annak a kockázatát, hogy az utcára vonulnak, és vállalták annak a kockázatát, hogy az akkor szintén a szocializmus elnyomása ellen lázadó lengyel nép mellett szolidaritást fejezzenek ki. És az sem véletlen, hogy lengyel barátaink mellett tüntettek 1956. október 23-án. Hiszen a magyar és lengyel barátság számunkra ezer éven keresztül mindig is a szabadság, az összefogás, az európaiság egyik jelképe volt. 1956. október 23-a a magyar történelemben is kiemelkedik. Még inkább kiemelkedik az európai történelemben. Hiszen a magyarok voltak azok, akik 56. október 23-án nem csak a saját szabadságukért, de egész Európa szabadságáért keltek föl. Nyugat-Európa döbbenten nézte, Márai Sándor nagyon szépen ír erről a Mennyből az Angyal című versében. Különösen vizsgálták, hogy mi történhet, hogy nézhet az ki, hogy valakik a szögesdrót kerítés mögött, az aknazár mögött, Európa közepén egy kis ország egyszer csak felkel, és szembeszáll a Szovjetunióval. Szembeszáll a Szovjetunióval egy nyilvánvalóan reménytelennek tűnő küzdelemben. Szembeszáll a Szovjetunióval úgy is, hogy tudja, hogy neki magának nincsen sok esélye. Szembeszáll a Szovjetunióval úgy is, hogy nekünk a Molotov koktélok jutottak, míg ott T-55-ös harckocsikat vetettek be. Ez a nyugatiak számára talán érthetetlen heroizmus, a magyarok számára nagyon is érthető. Hiszen mi nem lepődtünk meg azon. Sőt, talán egy kicsit csodálkoztak is 56. október 23-ának egyetemistái, hogy miért kellett 10 évet várni arra, hogy a rabságból megpróbáljunk kitörni. Hogy ez a nemzet, amely a szabadsághoz, az igazsághoz és a függetlenséghez szokott, hogyan tűrhette el azt a brutális terrort, amely 10 éven keresztül családok megnyomorítását, emberek eltűnését, vagyontól való megfosztását, kitelepítését és egy ország tönkrezúzását eredményezte. Ez a nemzet a szabadság, az igazság és a függetlenség nemzete volt mindig is. Mindig is büszke volt ezekre az értékekre. Éppen ezért október 23-a a rabság elleni felkelés volt a szabadságért. A hazugság elleni felkelés volt az igazságért, és az alávetettség elleni felkelés volt a függetlenségért. A rabság elleni felkelés volt a szabadságért, hiszen 1956. október 23-án már este mindenki tudta, hogy egy szabad Magyarországot akarunk. Maga a rádió, a Szabad Magyar Rádió nevet vette föl. És a szabadság volt az a jelszó, amelyért október 23-án és az azt követő hetekben magyar fiatalok százai és ezrei adták az életüket. A szabadság, ami mindig is központi eszménye volt a magyar történelemnek, hiszen legyen szó akár törökről, akár Habsburgról, akár oroszról, a magyarok mindig is szabadságot akartak, saját maguk urai akartak lenni. Szabadságot nem csak abban az értelemben, hogy mentesek akartunk lenni más nemzetek befolyásától, hanem szabadságot abban az értelemben, hogy mi magunk dönthessük el, hogy mit akarunk tenni. Kapjuk meg azt a jogot, amelyet Európa minden nemzete megkapott, hogy magunk dönthessünk a jövőnkről, magunk választhassuk meg az előjáróinkat és a vezetőinket, és magunk hozhassunk döntést minden lényeges kérdésben. De 1956. október 23-ának egyetemistái a hazugság ellen is vonultak az igazságért. Hiszen az a szocialista diktatúra, amelyet a 40-es évek végén kényszerítettek Magyarországra a szovjet megszállás eredményeként, a hazugság diktatúrája volt. Ahol semmi sem úgy volt, ahogyan mondták.
ahol semmi sem volt igaz, amit mondtak, és ahol mindent átadott a hazugság, a besúgás, az árulás, a becsapás és a kétszínűség. Ahol demokráciának hazudták a legvéresebb diktatúrát. Ahol osztály egyenlőségnek hazudták a jogfosztást, a tulajdonton való megfosztást, az emberek üldözését. És ahol őszinteségnek hazudták az ávót, a besúgást, az ügynököket. Ez ellen lázadtak fel az egyetemisták, hiszen ők még bízhattak abban, hogy békés tüntetéssel a Szovjetunió is belátja, hogy ez a gyarmatbirodalom nem tartható tovább. Emlékezzünk rá, alig egy évvel azelőtt Ausztriából az osztrák államszerződés aláírásával kivonultak a szovjet csapatok. A magyar egyetemisták és a magyar értelmiség tehát nem volt fantaszta, amikor azt gondolta, hogy elérhető talán Magyarországról is a szovjet csapatok kivonása, mint ahogyan a hazugság egyik újabb elemeként látszólag ki is vonták a szovjet csapatokat. De tudjuk, hiszen már akkor is jelezték, hogy többen jöttek befelé, mint ahányan mentek kifelé. És november 4-től élet-halál harcot kényszerítettek Magyarországra. És az alávetettség ellen a függetlenségért is küzdöttek október 23-án. Mert ugyancsak a szabadsággal együtt azt is tudtuk, hogy az egyén és a közösség szabadsága elképzelhetetlen függetlenség nélkül. Elképzelhetetlen anélkül, hogy mi magunk a saját hazánkban másoktól függetlenül élhessünk. Október 23-án az egyetemisták vállalták annak a kockázatát, hogy kimondják, hogy független Magyarországot akarunk. Ahogyan 1956 egyik legfontosabb külpolitikai törekvése is a semleges Magyarország lett, megint csak Ausztria mintájára. Na, amit Ausztriának megadtak, azt nekünk nem adtak meg. Látszólag letiportak minket. A szabadság helyett ismét a rabság, az igazság helyett ismét a hazugság, a függetlenség helyett ismét az alávetettség lett az osztályrészünk még több mint 3 évtizedig. De 1956 nem bukott el. Azok az emberek, akik az életüket áldozták az eszményért, azok valójában nem áldozatok, hanem hősök. Hősök, mert 56 győzött. És az a törekvésünk, szüleink, nagyszüleink azon törekvése, hogy ne csak a magyar szabadságért, hanem Európa szabadságáért is küzdjünk, 1989-90-ben valóra vált. Hiszen a magyar 1956 nem csak Magyarországot szabadította fel, hanem Kelet-Európa összes nemzetét. A magyar 1956 nem csak a magyar függetlenséget harcolta ki, de a Szovjetunió összeomlását is. A Szovjetunió összeomlását, amely nem tudott szembenézni azzal az igazsággal, amelyet a magyar 1956 állított szembe vele. Hogy más népre, más nemzetre erőszakkal, tartósan idegen rendet nem lehet rákényszeríteni. Mert ha megteszik, legalább egy bátor nemzet föl fog kelni. És ha egy bátor nemzet föl kell, akkor a többiek is követni fogják. 1956 számunkra erről szól. Szabadságról, igazságról, függetlenségről és az európai szabadságról, amelyért Magyarország 1956-ban kiállt. Köszönöm szépen a figyelmet! Műsorunk folytatásaként most nézzük meg a Lőrincze Lajos Általános Iskola 8. évfolyamos diákjainak műsorát, felkészítő pedagógusok Gálné Tóth Anikó és Marton Sándor. Tisztelt ünneplő közönség! Tájékoztatjuk Önöket, hogy műsorunk a 2012. évi megemlékezés szövegkönyvének felhasználásával készült. Ugyanakkor nem ragaszkodtunk a történeti teljességhez, a valóság adatainak és eseményeinek pontos ábrázolásához.
Hangszórón bemondták, a vonatunknak késése van. Pályaudvar, olajszag, néptelen váróterem. Fejed az ölemben, arcod eltakarva alszol. Neonfény serceg, várjuk a csatlakozást. Fejemből nem megy ki az az éjféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben, mégis sokat jár eszemben. Hogyan ragadtunk le egy éjféli pályaudvaron? Mi szépet álmodtál, kérdezem, mikor felülsz? Nincs válasz, ásítasz, nyújtózkodsz, nevetsz valamit. Én a kabátom, leveszem, majd megint felhúzom. Valamit mondok, aztán te alszol megint. Fejemből nem megy ki az az éjféli váróterem. Te aludtál, én ültem, így vártuk a csatlakozást. Nincs semmi ebben, mégis sokat jár eszemben. Hogyan is vártunk egy távoli csatlakozásra? Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben. Nincs semmi ebben, mégiscsak ez jár eszemben. Végre kicsöngettek, már annyira éhes vagyok. Már csak 2 óra van hátra, és hazamehetünk. Kinek van egy fölösleges szendvicse? Adjatok már tanulni, Kaga Esztoréből. Hallgassatok! Ki az osztályfőnök? Ki az osztályfőnök? Jókor, most kezdtem el enni a zsömlémet. Hallgass már! Jól van, na! Köszönöm, üljetek le! Gyerekek, nem akarlak zavarni benneteket szünet közben, de egy fontos bejelenteni valom van. Addig eltűnt? Persze, csak legyetek csendben és figyeljetek. Szeretném bemutatni Jessica-t, aki Amerikából érkezett hozzánk, és egy hónapig velünk fog tanulni. Jessica magyar lány, de Amerikában született, mert a nagypapája 1956-ban kivándorolt az Egyesült Államokba. Addig lesz velünk, amíg a szülei látogatóban vannak az itteni rokonoknál. 1956-ban? Miért pont 1956-ban? Na, ez egy jó kérdés. Tényleg, gyerekek, ki az, aki tud valamit 1956-ról? Csak annyi, hogy ez azért már jó régen volt. Nem annyira régen, mint hinnéd, hiszen az 56-osok közül még sokan itt élnek közöttünk. Én tudom, hogy akkor forradalom volt Magyarországon. Rengeteg tank jött be, és aztán sokan meghaltak. Én azt is tudom, hogy az egyetemisták kezdték. Leírtak 16 pontot. Mondjuk az aszlati elképet. Ja, mert kiváltam vele a címet. És te, Jessica, tudsz valamit 1956-ról? Volt nagy revolution, meg annyit, hogy a városunkban van magyar intézet, és ott csinálnak ünnepet októberben a magyarok. Ja, és még valamit. Nagyapámtól tanultam dalt. Ezzel üzent haza anyukájának Ausztriából a Szabad Európa Rádión. Tényleg? Tanultál egy dalt? Elénekelnéd nekünk? Léci, énekeld el! Halljuk! Oké, megpróbálom. Thank you.
Szabad Európa Rádió. Itt a Szabad Európa Rádió. Üzenetet közvetítünk. Pityu üzeni Szentgárdra, Pimpalló jeligével. Sikerült átjutnom a határon. Nem sokára indul a hajó Amerikába. Sokszor csókolom édesanyámat, Isten áldja édesapámat. Kérem kedves szüleimet, hogy ne sírjanak. Kérem szüleimet, hogy ne sírjanak. A sorsom jó vagy rossz nekem, itt minden idegen. Jessica, hát ez tényleg nagyon szép volt. Remélem, majd máskor is énekelsz még nekünk. No, de most folytassuk az ötletbőrzét. Valaki tud még valami érdekeset 56-ról? No, ha nem, akkor nézzük, hogy mi van fent az interneten erről a forradalomról. Segít nekem valaki? Köszönöm, Gergő, ott van a számítógép. Légy szíves, hozd be rajta a Wikipédiát. Egy pillanat! Na, már félig bejött? Most már egészen bejött. Na lássuk, mit ír a Wikipédia. "1948-1953 között Magyarországra a sztálinista terror volt jellemző. Az AVO, illetve a belőle önállósított AVH kegyetlenkedései, a deportálások és a kivégzések gyakori események voltak. Mindenhez járult Rákosi személyi kultusza. Az erőltetett TSS-ítés, a nehézipar gazdaságtalan fejlesztése és a növekvő szegénység. A falusi lakosságtól elvették az élelmiszert, hogy az éhező városlakókat elláthassák. Ez volt a beszolgáltatási kényszer. Október 19-én számos lengyel városban szovjetellenes tüntetések kezdődtek. A magyarországi reformellenzék a lengyelországi tüntetőkkel rokon szervezett, a diákszervezkedés is felgyorsult az országban. Október 22-én a különböző egyetemek a Budapesti Műszaki Egyetemre irányították küldötteiket, ahol egy nagy gyűlés zajlott le. Az egyetemisták elhatározták, hogy másnap délután 3 órára a lengyel néppel szimpatizáló tüntetést hirdetnek Budapesten. A demonstráció helyszíneként a lengyel Bem József szobrát jelölték meg. A diákgyűlés elfogadta az egyetemisták híres 16 pontos követelését. A felhívás első pontja a szovjet csapatok kivonását szorgalmazta. A Dózsa György úti Sztálin szobornál is nagy tömeg gyűlt össze a szobor eltávolítása céljából. A tüntetők a himnusz éneklése közben 9:30 körül ledöntötték a 10 méter magas és csaknem 6 tonna súlyú szobrot. A diktátor szobrából a talapzaton csak a 2 hatalmas tízma maradt. Hát én unom már ezt a sok szöveget. Nincs láttam valami izgalmas videó erről az egészről? De van. Gergő, légy szíves, írd be a keresőbe, hogy a magyar forradalom AVI. És a Wikipédiával addig mit csinálja? Csak egyszerűen mesd le az asztalra. 1, 2, 3. Tehát akkor a magyar forradalom.
53 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án kitört a magyar forradalom, a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Korabeli dokumentumfelvételek a forradalom első napjairól. Október 23-a. Délután egyetemisták ezrei vonulnak fel Budapest belvárosában. Változásokért tüntetnek. Már hetek óta zajlik a hatalmi harc a sztálinisták és a reformkommunisták között. A budapestiek tömegesen csatlakoznak a tüntető diákokhoz. Tüntetés, amit a lengyelországi események szolidaritási felvonulásának hirdettek meg, de kormány, illetve pártellenes megmozdulássá vált. Amikor kitört a válság, apám mindent megpróbált, hogy elkerülje az erőszak alkalmazását. A kora esti órákra már több mint 200 000 ember gyűlt össze a parlament előtt. Egyre hangosabban skandálják követeléseiket. Szabadság, demokrácia és persze ki az oroszokkal. Eldördülnek az első lövések, sor tűz az AVH-sok fegyvereiből. Ezzel a békésnek induló tüntetés egyszeriben fegyveres felkelésbe torkollik. A város pillanatok alatt tele lesz felfegyverzett civilekkel. A fegyvergyárak dolgozói és a honvédség tagjai fegyverzik fel őket a harcra. Hogy csillapítsák a kedélyeket, a kommunista párt akkori vezetői elfogadják a felkelők egyik követelését. Miniszterelnöknek nevezik ki Nagy Imrét, és megbízzák az államügyek intézésével. Egyúttal riasztották az országban állomásozó szovjet csapatokat, akik még az éjszaka folyamán Budapestre érkeznek. A belvárosban több helyen is folyik a harc. Házról házra magyarok az oroszok ellen. A civilek hiányos kiképzésüket és felszerelésüket elszántsággal és kérlelhetetlen keménységgel egészítik ki. Tűzoltó tömlőkből benzinnel locsolják az orosz tankokat, és molotov koktélokkal gyújtják fel őket. 5 nappal a forradalom kirobbanása után, október 28-án Nagy Imrének sikerül fegyverszünetet elérnie. A nők és a gyermekek ismét kimernek menni az utcára. Magyarországon új korszak kezdődik. Október 30-án a szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat. Már másnap mindenhol az országban független újságok jelennek meg. Az új kormány közkegyelmet hirdet, megszünteti a gyűlölt AVH-t, megalakul a nemzetőrség. Eufórikus a hangulat. Jó, ez történt Budapesten, de mi volt a közben Szentgálon? Lehet azt valahonnan tudni? Igen, az is megvan írva ebben a könyvben. Akarjátok, hogy felolvassam? Inkább játsszuk el! Jó, hát akkor játsszuk el. Kérem a szereplőket. Orsi, te leszel a Szentgáli anyuka. Szabolcs, te leszel a Szentgáli apuka. Milán, te leszel a gyerek. Hozzátok gyorsan a díszleteket! Megkötöm lovamat szomorú fűzfához. Megkötöm szívemet gyönge violámhoz. Lovamat eloldom, mikor a hold felkel. De tőled violám, csak a halál old el. Nem szoktam kalickában hálni. Csak szoktam zöld erdőben járni. Zöld erdőben járni, fenyőmagot enni, gyöngycsarmatot inni. Hol lehet már ez a gyerek? Nem jött még a busz. A tanításnak régen vége. Ennyi idő a gyalog is hazajöttett volna már. Herend, jó fél óra járás az őrfüggel lábaival. Hova megy István? Elmegyek a gyerek elejbe. Édesanyám! Édesapám! Tudják-e, mi történt? Igaz, a semmi említeni való. Nem is itthon gondoltam. Azt tudják-e, hogy forradalom van? Forradalom? Hát hol van forradalom? Hol-e? Hát mindenhol. Minden városban, de leginkább Pesten. Mint 1848-ban. Még Helenden is volt ma felvonulás. Ott voltak a gyárak, meg mi az ipari tanulók is. Jaj, hát minek mentél te oda? Minek? Hát egyszer mindenki ott volt. Nézzék-e! A Torma Lajos bácsi kivágta a címert az ászlóból. Ha Kossuth címer nem lehet a mi zászlónkban, akkor idegen se legyen! Az se tudja, mit csinál! Majd előveszik érte! Ezt meg égesd el, meg ne találják mi nálunk! Dehogy égetem! Azt mondták a gyáriak, hogy holnap itt is fölmegyünk a tanácsházra, és elzavarjuk az elvtársakat! Majd alok én neked! Maradj itthon a fejnökeden!
Azt jártuk, hogy amit bajon essen. Édesanyám mindig fér. Ugye édesapám maga is eljön a felvonulásra. Majd meglátjuk, fiam, majd meglátjuk. Hallottad, mi történt? Bemondta a rádiós, hogy mi volt Pesten? Elzavarták a kommunista bérenceket. Tüntetés volt Veszprémben. De még Herender is. Az én Pistim is ott volt. Hozott egy lyukat zászlót is, de nem engedte neki kihozni. Nehogy baja legyen a gyereknek. Menjünk a szoborkerthez! Menjünk! Mondjon le a kormány! Nagy Imrét a kormányba! Szabadságra szavazunk, Kossuth címmel takarunk. Veszten az ávó! Veszten az ávó! Aki magyar velünk tart? Ruszki gaza! Ruszki gaza! Veszprém egyetemisták vagyunk, hallgassák meg követeléseinket. Mit kíván magyar nemzet? Vonják ki a szovjet csapatokat. Nagy Imre alakítson kormányt, a sztálinista, rákosista bűnösöket váltsák le. Vonják felelősségre Rákosit. Általános egyenlő titkos választásokat, több pártot, új nemzetgyűlés. Fektessék új alapokra a beszolgáltatás rendszerét. Független bíróság vizsgálja felül az összes politikai párt, bocsássák szabadon az ártatlanul elégyelteket. Távolítsák el a Sztálin szobrot. Új nemzeti jellegű címer. Március 15-e legyen nemzeti ünnep, október 6-a nemzeti gyászünnep és tanítási szünet. Szolidaritást a lengyel néppel. Október 27-én üljön össze egy országos diákkonferencia, ahol megmutatják a követeléseket. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer meg! Mi embert nem ölhetünk, nem taphatat fél a kezünkhöz, majd a független bíróság elítéri őket. Ne vérezzétek be ezt a forradalmat! Inkább válaszunk forradalmi tanácshoz! Úgy van! Az elnök ilyen pölöskei, a helyettes meg Varga! Tau pedig Csapó, Fűre, Szakál és Tamás Endre! Igen! Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, valahány cseppesik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Egy, kettő, három! Ám a forradalom nem tarthatott sokáig. Alig két hét múlva, november 4-én a szovjet csapatok általános támadást indítottak a forradalmi Magyarország ellen. 5 óra, 20 perckor a Kossuth Rádióban Nagy Imre elmondta a következő drámai szavakat. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Ezt követően az adás különböző felhívások beolvasásával folytatódott, majd 8 óra 7 perckor zene közben megszakadt. Az idegen csapatok hajnalban három irányból vonultak be Budapestre. Valódi háborús helyzet alakult ki. A főváros szinte minden kerületében a szovjet ágyúk és harckocsilövések robaja hallatszott. Reggel 8 óra körül a parlamentet védő magyar egységek a támadás nyomására letették a fegyvert. A következő három évben mintegy 400 embert végeztek ki,
több mint 21.668 szemét börtönöztek be, 16-18 ezer főt pedig internáltak. Mintegy 200 ezer ember menekült külföldre. A legtöbben az Egyesült Államokban telepedtek le, de sokan mentek Kanadába, Svédországba és Ausztráliába is. A börtönökben sokakat brutálisan vallattak, megkínoztak, köztük számos nőt és kiskorút. A fiatal Mansfeld Pétert is kivégezték, de előbb megvárták, hogy betöltse a 18. életévét. Fölvették az adatokat, kérdezik, mi van a 19 kommunistával. Hát mondom, mi van? Hát én nem tudom, mi van velük, fogalma. Hát akiket ki akart végeztetni, én? Mondom, még egy csirke nyakát se vágnám el, nem, hogy embereket kivégeztessem, de közben Varga Lajos, ő volt Szentgál községnek a verőlegénye. Az már kilépett, a többi közül került hátra, és már az vettem észre, hogy egy hatalmas ütés lebukfázeztem a szék mellé, nem tudom, meddig voltam a széken, fölültem újra, azt mondja a Kovács Imre, a fajkás tiszt, hogy azt hittük, hogy többet kibír. Na vigyétek be a másik szobába, majd kipihenni magát. Bevittek, bekísértek a másik szobába, ordítoztak, kiabálták, megjött, itt van neki, estek, elkapott egy olyan 130 kilós fiatalember, lehúzott. Először nekiálltak négyen, kettő jobbról, kettő balról ütni, de aztán rájöttek arra, hogy négy nem fér oda, aztán csak ketten. Két órától hatig. Végig majd összeestem, akkor itt megfogták galléromat, főhúztak, kezdték előről. És az az érdekes, hogy az ember agya kikapcsolt. Már nem gondoltam semmire, csak azt éreztem, borzasztó fáradt vagyok. Nagyon fáradt vagyok. Már nem érdekel semmi. Fáradt vagyok. És akkor egy szék ott volt a fal előtt, rajta egy Kossuth címer, leültettek. Na ez, ha tetszik, most nézegesd akkor a vállamat jobbról-balról gumibottal, meg nem került mindenkinek gumibot, hanem ilyen vastag eres kábel. Hát került a fejemre mindenhova, úgyhogy végén aztán bevittek Veszprémbe. Hát már nincs meg az a veszprémi rendőrség, az eltüntették, egy újat építettek föl. Egy ki, hátulról az udvarba, nem az utcáról mentünk be, hátulról az udvarba kísértek. Hát ott szörnyű képek voltak, az elé állítottak a Vargi Tiborral együtt. Hát azt mondták, hogy azt a forradalmiság csinálták, de azt beszélték róluk, hogy nem a forradalmisták, ők verték úgy agyon azokat az embereket, és azokat mutatták nekünk, hogy azt mi csináltuk. Hát tényleg szörnyű dolgokat. Volt a fogdában vele egy fiatalember, ki akart szökni nyugatra, aztán már három hónapja ott volt, aztán azt mondja, majd mutatok egy néktek, aki sokkal rosszabbul néz ki, mint te, egy embert, menjetek a WC-re, de csak pillancsatok oda, meg visszafelé is. Ott ült egy ember egy ládán, a nyelve ki volt tépve, előtte egy vödör, csöpögött a vérbe.
Már nagyon sok mindent láttunk, nagyon sok mindent hallottunk. Vonjuk le együtt a tanulságot. Számomra az a tanulság, hogy a kis Magyarország nem rettent meg a túlerővel szemben. Számomra az a tanulság, hogy nem szabad bízni az idegen diktátorokban. Szerintem az a tanulság, hogy még most is rengeteg a szomorúság és a fájdalom. Az emberi vigasztalás ehhez túl kevés. Jézus mondja, jöjjetek el én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Számomra az a tanulság, hogy az üldözötteket be kell fogadni, ahogy Ausztria tette. A Bibliában ez áll. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozzál testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostodák pedig a vigadozók házára. Számomra az a tanulság, hogy Szentgálon nem volt vérontás 1956-ban. Ezután se legyen soha. Nem akarunk háborút! Nem akarunk háborút! Nem akarunk háborút! Számomra az a tanulság, hogy akárhová kerülünk a világban, emlékezni fogunk arra, hogy magyarnak születtünk. Lelkünkben halkan visszhangzik egy dallam. Mindenki eljött.
Rósa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Mindenféle szélnek.
Megemlékezésünk folytatásaként most hadd kérjek meg mindenkit, hogy menjünk el együtt a szoborkerthez, és helyezzük el az emlékezés és a hálakoszorúit. Vörösmarty Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek a honért Árpádnak hadai, itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák vére zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, s oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiállt, egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő, s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezerek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, melyben nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönyvül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hontjával ezt akar. A nagyvilágon kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Thank you.
Thank you.